Ilyen volt a tiszai jégrobbantás látványa és hanghatása. A sikeresen végrehajtott robbantással meglazították a jégtakarót, a jégtörő hajók pedig a következő két napban megtisztítják a jégtől a tisza folyómedrét a tiszalöki erőmű alatti szakaszon. A szakemberek leginkább most attól tartanak, hogy a folyó záhonyi szakaszán mint egy 20 kilométeren feltorlódott jeget egy árhullám feltörheti és intenzív jégzajlást indíthat el. Ez a legjobban a tiszalöki vízerő Művet heti. Most itt a mai nap helyet csinálunk a, a várhatóan érkező jégtábláknak. Ezt a szakaszt szeretnénk megtisztítani, mert korábbi tapasztalatok alapján az itteni torlaszok visszarakták a jeget egészen a tisztalőki vizerőművig, és az működésképtelenné vált. Most egy új stratégiát dolgoztunk ki a helyi védelemvezetéssel. Ennek a stratégiának a lényege, hogy ezt a szakaszt megtisztítjuk, és ha érkezik jégtáblának van helye, tehát lejjebb el tud menni, és ez a visszatorlódás nem áll elő. A tiszalök fölötti szakaszon összesen több mint 40 olyan kanyarulat van, ahol jégtorlaszok alakulhatnak ki, mint egy 30 esetében ez a veszély jelenleg is fennáll. A jég megtörésére jégtörő hajókat és robbantást alkalmazhatnak a szakemberek, a tiszadadai robbantáskor speciális jégrobbantó tölteteket használtak a készenléti rendőrség tűzszerészei. Ipari robbanóanyagokat alkalmaztunk, speciális égrobbantó tölteteket, a nitráttal volt töltve, amit SEMTEX előtöltetekkel, úgynevezett boosterekkel indítottunk el. Az volt a cél, hogy a jeget össze tudjuk darabolni, és meginduljon lefelé a folyón. A jégrobbantás lökés hullámát a folyótól több száz méterre is lehetett érezni. A tiszai jéghelyzetet koordináló országos irányító törzs prognózisa szerint a vízszintek nem fogják meghaladni a kezelhető méretű árvízszinteket, így nem számolnak olyan jeges árvíz kialakulásával, mint amilyen 1985-ben volt. Ekkor három darab jégtörő hajó állandó működése mellett több mint 40 helyen volt szükség torlaszrobbantásra a tiszán.